A vasúti váltó a vágányba épített állítható szerkezet, amelyel a haladó járművek eredeti irányuktól jobbra vagy balra más vágányra terelhetők. A hívvonalakon hat fajta váltóállítási módszert különböztetünk meg. Rugós váltó csak egy helyen, csepelen található, és az is a járműtelepen. A váltó állítása a váltóállító rúddal és a jármű kerekeivel is történhet. Gyökkel szemben, ahonnan a felvételen érkezik a hév, a haladó vonat kerekei állítják át a váltót. Az alkalmazható sebesség legfeljebb 15 km h óra. Másik irány esetében a csúcsán szembeni közlekedésnél a váltó állítására a váltóállító rudat használjuk. Helyszíni állítású váltókat alkalmaznak olyan helyen, ahol a váltók állítása viszonylag ritkán szükséges, illetve telepállomásokon, ahol megfelelő létszámú személyzet áll rendelkezésre a váltók állítására. Helyszíni állítású váltót alkalmazunk például Gödöllő Palota állomáson is. A váltóállítása oly módon lehetséges, hogy a váltóállító szerkezeten található ellensúlyt az egyik állásából a másikba állítjuk. Szeretnék kocsi szívből első vág egyre a vonóvezetékes állítású váltó már egy szinten fejlettebb vágányút beállítási technikát jelentett a vonat közlekedés lebonyolításában. A vonóvezetékes váltóknál már nem kell a váltó állításához a helyszínre kimenni, a váltóállítás központból történik, ezáltal a vágányutak beállításának az időszükséglete jóval kisebb, mint a helyszíni állítású váltók esetében. Vonóvezetékes váltóállítási módot alkalmaznak cinkotállomáson a váltóállítást állítóközpontból a cél vonóvezetékkör közbeiktatásával a váltó mellett elhelyezett állítódobbal végezzük. A váltóállításhoz szükséges erőt a váltókezelő az emeltyűvel fejti ki. A villamos állítóművel ellátott váltók jellemző váltóállító működtető eszköze a nyomógombos váltóállítási mód. A berendezéseken található nyomógombok segítségével vagy vágányutas, vagy egyéni állítási módozattal lehet a váltókat állítani. Ilyen berendezések hívnél elterjedt változata a Domino 55 típusú berendezés, mely egyik példánya tökölállomáson található. A váltóállítása sokkal gyorsabb a kézi váltóállításnál, elektromos működtetésű váltóhajtómű végzi. Az elektromos váltóállító hajtóművel felszerelt váltók esetén a váltóállítást nem csak a nagyméretű berendezésen, hanem a számítástechnika alkalmazásával már a kisebb helyet foglaló berendezésen is állítható. A korszerű elektronikus berendezések már a hévvonalakon is egyre nagyobb szerepet töltenek be a forgalomszabályozásban. A jelenlegi legmodernebb berendezése felszerelt egyik állomás Békás ahol akár az egér kattintásával is lehet váltót állítani. A villamos váltóállító művel felszerelt váltók esetében előfordul olyan eset, amikor a váltóállítás a központból nem lehetséges. Ez az eset fordul elő a biztosító berendezés teljes vagy részleges meghibásodásakor, vagy olyan esetben, amikor a váltóállását távolról kell ellenőrizni, de az állítás csak ritkán szükséges, és semmilyen berendezés nincs kiépítve a váltó állítására, de szükséges szerkezeti függésbe hozni jelzővel. Ilyenkor az állítás még régi módi elveken alapul, ugyanis a helyszínen váltóhajtókar segítségével történik. Ez az eset található kavicsbánya elágazáson. Amikor héven utaznak és váltóhoz érnek, ezekkel a típusú váltókkal és váltóállítási módszerekkel találkozhatnak, miközben utasként annyit vesznek észre, hogy zöttyen a hív.